Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon. A mai videóban a középiskolás kiegészítő karakter készítős elemeit fogjuk megnézni. Ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velem. Az előző videóban, ami a középiskoláról szólt, és az előzetes néztem meg benne, rosszul láttam, hogy mikor megjelenik meg a kiegészítő. 28-án jelent meg a kiegészítő, meg is vettem, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen újdonságok vannak benne. Mindig el szoktam felejteni megnézni, hogy milyen tulajdonságok jöttek, úgyhogy kezdjük most azzal, ha egyáltalán van új. Most így hirtelen nem látok újat. Most, hogy eszembe... De van itt egy... van egy ilyen parti állat, aki imád partizni, és egy... aki... szociálisan kicsit furcsa. Nagyon lassan építi a charisma skillt. Ideges lesz, hogyha barátságokat kell kötnie. Akkor nézzük meg még, hogy van-e új életcél. Most én nem tudom, hogy miért nem hozza nekem ki, hogyha nekem kéne rájönnem, hogy melyik az új életcél. Ez is egy új életcél, de ez valószínűleg az esküvős kiegészítővel jött be. Azt majd egy következő videóban megmutatom, mert közben azt is megvettem. Nem látok újat, de lehet, hogy van. Jó, oké. Na, akkor haladjunk tovább, hogy megnézzük, milyen hajak és ruhák jöttek a játékba. Én még abszolút nem láttam. Úgyhogy én most nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyenek vannak. Szerettem volna, hogy megosztani veletek ezt az első élményt, amikor én is megnézem őket. Kezdjük akkor a női hajakkal, és kiválasztunk gyorsan kiegészítőt. Wow! Hú, de sok van! Nem is számítottam rá, hogy ennyi lesz. Na nézzük. Nem tudom, mennyire vagyok megelégedve ezzel a karakterrel, hogy ezzel nézzük meg. Mindjárt lehúzok egy másikat a galériából. Kezdjük ezzel. Mint az előbb is megnéztünk. Ez egy ilyen fonott haj, hátul össze van fogva. Aki egészen jól áll ez a haj. Leveszem róla a fülbevalót, hogy jobban meg tudjuk nézni. Egészen jól áll neki ez a haj. Van egy ilyen fonott hosszú, ami hátul fel van kötve. Hú, ez egy érdekes haj. Igen. Nekem eddig ezt tetszik a legjobban. Ez a hajpántos, ez nagyon jól néz ki. Custom contentben volt valami hasonló, de ez talán még annál is jobban néz ki. Aztán van egy ilyen rövid, ami hátul a füle mögött. Hú, ez nagyon tetszik, hogy ilyen füle mögébe rakták itt. Ez nagyon hasonló az egyik hajhoz, amink volt, csak... csak nem volt benne ilyen fonás, és nem volt hátra törve, és így sokkal-sokkal jobban néz ki, de hogy ez nagyon tetszik. Eddig ezeket a tetszik a legjobban, aztán van egy ilyenünk is. És van egy göndörrövid hajunk. Ez egy kicsit furcsán elállt szerintem, de lehet, hogy csak ez a karakterhez nem annyira illik. Következő. De szép ez a haj. Itt van valami dísz a hátulján. Akár még egy esküvős hajnak se el tudom ezt képzelni. Következő. Ez ugyanaz, mint ami itt volt, csak színesben. Nagyon tetszenek nekem ezek a színes hajak, de nagyon sajnálom, hogy csak ezt az egyet csináltak meg színesben. Illetve itt látom, hogy az utolsó is megvan, csak a többieket is szívesen megnéztem volna színesben. Aztán van egy ilyen rövid, ez nagyon klasszul néz ki. Ez nagyon jól néz ki ez a haj. Nézzük a kékben. Kékben nagyon jó lesz. Igen, és van még ez. Illetve ez, ami ilyen színes. Ezt azt hiszem kékben láthatjuk az előzetesben. Wow! Ez nagyon menő néz ki ez a haj. Na, hát akkor menjünk tovább, és nézzük meg, hogy van-e új sapka. Úgy látom, hogy van ilyen bóc meg király, amit nem lehet megnézni. Lesz egy olyan, aki meg fogja nyerni az iskola bohóca címét, és azt kapja majd ezt, és lesz egy olyan, aki ugye az iskola előkelősége, talán így tudnám fordítani, ő pedig majd a koronát. Van két sapek, ez az egyik. Ez tipikusan ez a diplomaosztó, vagy nem tudom milyen sapek. És van egy ilyen másik. Ebből milyen színek vannak? Ez mind ilyen? Ez nagyon tetszik.
De jól néz ki. Jó, és mindig elfelejtem megnézni, hogy van-e tetoválás, csak ott az a probléma, hogy nagyon nehéz kilistázni, hogy mi az újdonság. Jó, igen, hozzáadták most már a testszőrzeteket is a játékhoz. Itt vannak a testszőrzetek. Hát, hogy ezt inkább majd egy férfi karakternél érdemes megnézni. Be lehet állítani, hogy magától nőjön. Nem tudom, hogy ez mit eredményez majd a játékban, és ugyanígy be lehet majd állítani azt is a férfiaknál, hogy az arcszőrzet is nőjön. Igen, ezt majd a férfi karakternél megnézzük. Ez nem a kiegészítővel jött be, de látom, hogy a kiegészítővel adtak hozzá extrát, hanem ez egy frissítéssel jött be, tehát mindenkinél van ilyen most már, annál is, aki még nem vette meg ezt a kiegészítőt, és a kiegészítővel kerültek bele extrák. Ó, most már a sebeket is így külön rakták. Na, ez nagyon klassz. Nem tudom, hogy eddig is külön volt-e. És akkor vannak a tetoválások. Most így hirtelen újat nem látok. Ezzel a kiegészítővel legalábbis. De az nem jelenti azt, hogy nem jött, csak azt, hogy nem látom. Oké, akkor még menjünk vissza ide, mert nem néztem meg, hogy milyen kiegészítőket kaptunk. Van először is egy szívecskés, bulis szemüvegünk, úgy látom, ez jó lett a bulis tulajdonság mellé, ez a szemüveg. Nagyon klasszul néz ki amúgy. Van egy nyakláncunk, ami talán ilyen szívecskés. Valami szívecskés nyaklánc. És csak ebben az egy színben van. Van egy ilyen a bulis szemüvegünkhöz illő bulis nyaklánc. Aztán van egy ilyen lakatos nyaklánc. Ez nagyon klassz. És van egy ilyen szintén kicsit visszafogottabb bulizós, és az utolsó, az pedig egy rózsacsokor ide a ruhára, vagyis hát csak egy szár rózsa, különböző színekben. Érdekes, hogy kék. Aki talán a piros. Ez egy kicsit eláll, úgy látom. De mindegy, nagyjából jó. Oké, nézzük meg, hogy milyen sminkek jöttek. Ezt lehet, hogy még egy picit itt hagyom, hogy megnézzük, hogy hogy áll a ruhákhoz. Sminkekből is kaptunk újakat. Csak nem egy új pirosító végre, hát ez már nagyon kellett. Na akkor vegyük le most, ami rajta van, és hát mondjuk rúzs az nincs benne, de mindegy, nézzük meg így. Tetszik. Ez ilyen bulizós, még megint csak a bulizós tulajdonsághoz, a szemüveggel, a nyaklánccal. Ez nagyon klassz, amúgy. Jól néz ki, meg tetszik ez a három ilyen fehér valami ott, ami nem tudom, hogy mi szeretne lenni, de jól néz ki. Nagyon klasszul. Jó, és akkor van egy ilyen egyszerűbb. Ez is nagyon jól néz ki. Ugye, hogyha itt elkezdem húzogatni, akkor a színeket azért még lehet egy picit változtatni, mert szerintem barnában is jól néz neki. Aztán van egy ilyen, ez már tusvonal, tehát össze lehet kombinálni valamelyikkel itt a felette levővel, hogy például van egy ilyen rózsaszín tus, és akkor ez is rózsaszín, bár szerintem, hogyha még ezt megpróbálnánk. Gondoltam, hogy megpróbáljuk fehérben, de úgy látom, hogy fehér az pont nincsen. És mi van, hogyha itt hagyom, és kivilágosítom teljesen. Aha, megvan a fehér. Na, így néz ki fehérrel. És mondjuk ezt pedig rárakjuk feketére. Lehet vele játszadozni itt a húszkákkal egy kicsit, hogy milyen színt szeretnénk, tehát nem kell megelégedni az alapszínekkel. Jó, akkor most ezt miért nem tünteti el? Következő. Van még egy tusvonalunk. Ezt visszarakom csak azért a rózsaszínt, mert azon jobban látszik. És ebből van fekete. Itt sincs fehér, de itt is el lehet húzni addig. Hú, a feketével egy jó hosszú tusvonal van, jó vastag. De lehet ilyen mindenféle színes. Meg van fekete, meg gondolom fehér is ugyanúgy ezt el lehet húzni. Így. Jó, akkor van még egy pirosítónk. Na, végre. Végre egy olyan pirosító, ami jó helyre rakja a pirosítót. Na, ez tetszik. Nem rossz. Még el tudnék képzelni egy hasonlót, ami picit itt még jobban piros, de nem is rossz. Hogyha egy picit lejjebb húzom az élénkségét, akkor szerintem ez egy nagyon klassz pirosító tud lenni.
Még amit meg kéne nézni ezen a részen, hogy van-e itt valami új skin detail. És van, ha jól látom, akkor ez, van egy új szeplőnk. Na, az nagyon klassz, mert amúgy is van szeplő ezen a karakteren. Úgyhogy gyorsan akkor kicseréljük az új szeplőre, ami már sokkal jobban néz ki, mint a régi, ahogy látom. Van egy ilyen, ami egész közel van a nóziához, és van egy ilyen, nekem ez jobban tetszik. Hasonlítsuk össze a régivel. Ez is valami más kiegészítővel jöhetett be, mert szerintem ez volt a régi, vagy nem tudom, most már össze vagyok zavarodva. De lett egy ilyen, tehát ehhez hasonló lett, csak talán szebben van eloszlatva. Nagyon jól néz ki ez a szeplő, nagyon tetszik, jól áll a karakternek is. Na akkor menjünk tovább. Úgyis szeretek szeplős karaktereket készíteni, úgyhogy ez most kifejezetten tetszik. És nézzük meg a ruhákat. Az egyberuhákkal fogjuk kezdeni, van először is egy ilyen... Hát nem tudom, hogy ez most a mazsoret, vagy a sportruházat, vagy valami olyasmi a kettő közül. Aztán van egy ilyen... A báli ruha. Hát nagyon fura hozzá ez a cipő, kicsit kilóg, de nyilván nem ilyen cipővel kell felvenni. Különböző színekben van. Wow. Na ez tetszik. Amúgy nem tudom, annyira nem tetszik a fazonja ennek a ruhának, de ebben a színben nagyon tetszik. Nem tudom, itt valami egy kicsit furcsa, de lehet, hogy azért, mert ő nem tini. Lehet, hogy a tininek jobban mutat. Ó, ez nagyon szép. Ebben a színben hagyom, ez nagyon tetszett. Jó, és akkor van egy ilyen kicsit lazább ruha, nagyon klasszul néz ki. Van egy rövid, a rózsaszín, és ilyen világosabb színekben érhető el, de azért van feketében is. Jaj, de jól néz ki ebben a virágosban, ez nagyon tetszik így. Mondjuk ezt egy leggingszel tudnám elképzelni, de így is jó. Aztán van egy ilyen ruhánk, és... Ez is lehet, hogy a pompom lányoknak a ruhája szeretne lenni? Lehet amúgy, hogy ez is az. Igen, és akkor ez valami sportruházat szerintem. Akár a csapatjelzés van ott rajta. Igen, és akkor... Hú, van egy ilyen nagyon bulizós szettünk. A bulizós szemüveghez és a bulizós nyakláncot pont odafér. Aztán van egy ilyenünk. Talán ez egy fokkal egyszerűbb ruházat, mint a többi. Mert lehet, hogy ez csak sem egy iskolai ruházat. Nem tudom, nekem egy kicsit furcsa ez a ruha és a színei is, de mindegy. Menjünk tovább a következőre, mert ez viszont nagyon tetszik, ez nagyon az én stílusom. És mondjuk ezt el tudom képzelni feketében. Nagyon tetszik ezzel a felsővel így a kombó. Ezt el tudom képzelni egy magas sarkúval, és akár egy vagy leggingszel, vagy egy hosszú zoknival. Szerintem jól néz neki. Igen, aztán nézzük a következőt. Ez egy ilyen nagyon nagy pulcsi, de klasszul néz ki, milyen színekben van. Van ilyen kocsis. Ez egy ilyen laza, meg valami kivágott, van ilyen kivágott leggingszünk, azzal el tudnám képzelni. Aztán, szerintem ez a legszebb ruha eddig. Már úgy értve, hogy a bali ruhák közt abszolút a legszebb. Most levesztem róla ezt a kis virágot, hogy anélkül is meg tudjuk nézni. És kicserélem a haját is, mondjuk erre, mert mégiscsak ez jobban illik ehhez a ruhához. Ez simán elmenne amúgy szerintem esküvői ruhának is, annyira jól néz ki ez a ruha. Nagyon klasszul áll rajta. Nézzük meg, hogy milyen színekben van. Elég sok színválasztékunk van ehhez a ruhához. Van még egy fehér. Ja, igen, mert ugye ez nem volt teljesen fehér, ez a teljesen fehér. Van feketében is. Nagyon tetszik. Ez is klasszul elkészített ruha. Jobban tetszik, mint ez. Ennek valahogy, nem tudom valamiért, az anyaga az, ami nem annyira tetszik. Ez sokkal jobb anyag. Nagyon klasszul néz ki ez a ruha.
Jó, és akkor van még egy ilyen laza lányos ruci, ez is nagyon teszik. Illetve van itt még kettő, amit majd valami triftea üzletben tudunk megvenni. Wow, oké. Okay. Úgyhogy azokat most nem tudjuk megnézni. Haladjunk akkor tovább a felső és alsó részekre. Gyorsan leraktam egy kis nadrágot, hogy mégse legyen nadrág nélkül, de úgy gondolom, hogy ehhez a felsőhöz biztos, hogy lesz egy nadrág, úgyhogy gyorsan meg is keresem. Na ez viszont biztos, hogy a pompom lányoknak a ruhája lesz, mert ez ilyen szoknyás és nagyon élénk kombó, és ebből nincsen más szín, tehát ez az egy szín van belőle. Aztán van egy ilyen befestett felsőnk, ebből is csak ez az egy szín van. Van egy, wow, festett farmer jacking fehér pólóval. Ugyanez, csak rövidben. Van egy pulcsink, ami egy kicsit rövidebb. Ez a rövid pulcsi, ez... Mindegyik ilyen mintás. Tehát nincsen sima feketében például. Aztán van egy ilyen. Ez biztos megint van bulizós szett. Van egy ilyen iskolai egyenruha-szerű felső. Hú, ez nagyon klassz. Aztán van egy ilyen nagyon-nagyon rövid pulcsi hosszúja. Arra leszek kíváncsi, hogy lesz-e ehhez illő nadrág, vagy valami. Van feketében, meg fehérben simán. Meg van ilyen mintásban is. Aztán van egy ilyen mellényes kombó. Ez is nagyon jól néz ki. Talán így a barna egy kicsit visszafogottabb, a rózsaszín az kicsit csinosabb. Lehet választani a stílusok közt. Aztán van egy ilyen átlátszó pulcsis verzió. Wow! Wow! Hú, ez nagyon jól néz ki. Nagyon sok felsőnk van, rengeteg. Igen, ez megint egy kicsit ilyen lazább. Aztán van egy ilyen nyakkendős. Ez programozóknak. Igen, aztán egy sakkos, meg még egy sakkos, lehet, hogy lesz valami sakszakkör, vagy valami ilyesmi. Majd nem tudom, hogy miért vannak ilyen sakkos felsők. Aztán van egy ilyen nagyon rövid kötött felső, de nagyon jól néz ki. Van egy ilyenünk, ez megint csak programozásra utal, úgyhogy lehet, hogy lesz valami programozós tantárgy, amit fel lehet venni, vagy valami ilyesmi, vagy amit lehet tanulni. Igen. Kötött felső. Hú, nagyon sok felső jön. Hát még nem is vagyok a végén, és még mindig mennyi van. Igen. Hát ez egy érdekes átlátszós. Van egy ilyen, szerintem ez is a pompom lányoknak, tehát biztos lesz ez is passzoló alsó rész, és ebből viszont már vannak más színek is. Aztán megint van egy ilyen melltartó átlátszós felső. És van egy ilyen lazább, de azért csinos. Igen, van egy ilyen is, ebből nézzük már meg, hogy van-e valami... Wow, vannak ilyen színesebb kombók, de mondjuk olyan nincs, hogy fekete-fehér, mert arra lettem volna kíváncsi, de viszont vannak ilyen nagyon klassz színek. Van egy ilyen rövid felsőcske megint. Nagyon sok ilyen rövid felsőt kaptunk, aztán ebből mindegyik ilyen... Nem, van sima is. Van sima is belőle. Nem minden színben, de fehérben például van. Nekem ez egy picit furcsa, hogy itt eláll az alsó része. Ez nem annyira tetszik, hogy nem idomul jobban egy kicsit a karakterhez, de... nem tudom. Na nézzük a következőt, ez ilyen szörmés felső. Van ez is mindenféle színben. És... milyen jó pofa ez a felső. Föl van rakva egy pulcsira-szerű, vagyis inkább egy hosszú pólóra egy átlátszó top. Hát ez egy érdekes megoldás. Ilyet még nem is láttam. Honnan vesznek ilyeneket? Vagy ez létezik, hogy ilyeneket hordanak manapság a fiatalok? Nem tudom. Igen, aztán van egy ilyen pulcsi
Itt most a pulcsira van ráhúzva egy póló. Hát ez nagyon jó, ez nagyon tetszik. Oké, okay, és van, várjunk, van még ebben ilyen, ami ilyen animés? Nem, de sul is van. Igen, aztán van egy ilyenünk is. Úgy, van egy csomó elegáns ruha, kifinomultabb, de van egy csomó ilyen bulizós, meg egész fiatalos ruházat is. Itt is van egy elegánsabb, gondolom, hogyha valaki kosztümbe szeretne menni a bába, akkor abban is tud. Van egy ilyen, ez is nagyon szép, virágos. Hátulról. Ez megint csak pompomlányoknak egy felső, csak talán az előző, igen, az előző hosszújú volt, és akkor ez megint csak egy rövidújú verzió. Ú, de tetszik ez a felső, ez nagyon klassz, szerintem ilyen sportoláshoz egy ilyen. Úgyhogy biztos, hogy benne egy nagyon sok sportoláshoz kifejezetten nagyon sok olyan ruhát tettek be, ami kifejezetten sportoláshoz van. És itt megint van egy csomó olyan, amit nem tudok megnézni, és ezeket meg lehet majd venni ebbe a Thrift Thea shopba, vagy store-ba. Itt valószínűleg talán az a Bubble Tea-s üzlet lehet, amit láthattunk az előzetesben, gondolom én. És akkor van még egy ilyen felsőnk, rengeteg ruhánk jöhet, de tényleg. És ebből is van ilyen animés. Nem is tudom, hogy mit hagyjak rajta, szerintem, hogy ilyen rövidebbet kéne, hogy meg tudjuk nézni, hogy milyen alsó részek vannak. Ami nagyon tetszett ezek közül, a rövidek közül, azt most hirtelen nem is találom, mert ez nagyon jó. Itt van, ez volt, ami nekem nagyon tetszett, nézzük meg ehhez az alsó részeket. Szoknya. Pont eltakarja azt a részt, ami ott kilátszódna neki, bár mondjuk az öftől nem vagyok elájulva. De tetszik, hogy ennyire föntre rakták ezt a szoknyát. Talán így ezzel a kombóval el tudnám képzelni. Van egy ilyen lazább nadrág, gondolom a lazább felsőkhöz. Aztán van egy ilyen szoknyánk. Lehet, hogy ez az, ami összepasszol a sulis egyenruhához. Tehát ez az egyik egyenruhánk valószínűleg, ez meg a másik, és hát talán ezt a szoknyát gondolták hozzá, de nem vagyok benne biztos, mert színében azért, hát, és ebben a kék színben nincs is. Csalódott vagyok, hogy nincs, de lehet, hogy van, csak egy másik szoknya tartozik hozzá, nem tudom. Ugye itt van, amit már megnéztünk, ez a pompom szethez a ruha, aztán van egy ilyen nadrágunk. Ebben nincsen másik színben. Ez viszont kifejezetten nem tetszik amiatt, hogy annyira alul van, de egy hosszú felsővel el lehet takarni azt a részt, és akkor már sokkal jobb. Az egy bulizós nadrág, vannak ilyen bulizós felsők, és akkor most már teljesen bulizós szette nyilván a bulizós tulajdonsághoz. Van egy ilyen virágos nadrágunk, és nincsen másik színben, pedig nagyon tetszik nekem ez a nadrág, és megnéztem volna egy farmer színben, vagy egy feketében, vagy egy fehérben, de hát nincsen másik. Jó, és akkor van egy ilyen lila, rövid szoknyánk. Itt nekem annyira nem tetszik az, hogy ezt a láncot, ezt nem 3D-ben csináltak meg, hanem csak így rá van nyomva, mint minta. Nem nagyon szeretem, amikor ilyeneket csinálnak, mert szerintem egy kicsit így furcsán néz ki, de mindegy. Nézzük meg, hogy van a más színben. Mondjuk talán a világosabb színben jobban el lehet adni, mert úgy legalább egy kicsit kijön optikailag. Aj, a fehérrel, meg ezen a felsővel egész jó. Aztán van egy ilyenünk. Hát ez egy érdekes fazon. Habár lehet, hogy ezt kifejezetten a pompomlányos felsőhöz gondolták, mert abban van hasonló szín, és ez lehetne az alsó rész. Ó, de jól néz ki ez a naci, eddig a kedvenc nadrág. Bár, jó, oké, van ilyen farmer színben. Kicsit sötétebben is el tudnám képzelni, de nem ennyire. Egy picit furcsa nekem az anyaga, nagyon visszaveri a fényt, de lehet, hogy ez direkt van így. Van egy ilyen nagyon csicses szoknyánk.
Nagyon virágos, nagyon mintás. Nem tudom, hogy van-e belőle egyszerűbb. Van. Van, de hát talán a visszafogottabb tulajdonsághoz gondolták ezt a szoknyát. Vagy nem tudom, mert ha bár ilyen valószínűleg ahhoz lehessen visszafogottabb karaktereket is készíteni, nyilván nem ezen a felsővel. Aztán van egy ilyen nadrágunk. Itt megint az nem tetszik, hogy nagyon lent van a... az öv, de hát végül is nem rossz, és lehet, hogy egy másik felsővel ez jól tud kinézni. Ilyen színekben van. Ugye ez itt az elején van ilyen kékben. Igen, és akkor van egy ilyenünk. Hú, ez nagyon jól néz ki. Nem tudom, hogy ezt melyik felsőhöz gondolták. Van ehhez olyan felsőnk, ami ennyire... nem is tudom, milyen tulajdonságot mondjak hozzá. Talán ez. Laza. Aha, akár. Ennyi van még? Húha! Tényleg sok jött be ezzel a kiegészítővel. Van egy ilyen kockás nadrágunk, mert már sokkal jobban tetszik, hogy itt fönt van a derekánál. Én nem annyira szeretem a csípő nadrágunkat használni, hanem sokkal jobban szeretem azt, amit deréknál van. Mert szerintem jobban néz ki a karakterem, de nem mindenki hordhat olyan nadrágot, úgyhogy abszolút kell, hogy legyen olyan is, ami nem ott van. Igen, volt valami kockás felső. Ó, ez van feketében is, ez így nagyon tetszik. Ezt el tudnám képzelni egy csizmával akár. Így ez a kombó is jó. Aztán van egy ilyen lazanadrágunk. Ez nagyon klassz. Ez szerintem a sportoláshoz is, alváshoz is jó lehet. Ez mindenhez jó lehet, ez a nadrág. Van egy ilyenünk. Egy egészen trapéz, farmer, nadrág, laza, virágos. Igen, most talán kezdenek visszajönni ezek a trapéz szárú nadrágok a fiatalok körében. Úgyhogy... miért már? Bár mondjuk ha lenne mennyire trapéz, de lehet, nem tudom. Ez egész jól néz ki, ez a kombó így. Aztán van egy ilyen, én nagyon szeretem ezeket a szakadt farmereket, tudom, hogy ez már nem annyira divatos. Nagyon tetszik ez a kombó. Van ilyenben is. Ez jól néz ki, nagyon az a farmer nadrág. Van egy rövid szoknyánk. Van egy hosszú szoknyánk. Ez is jól néz ki ezzel a felsővel. Jó, ez a felső. Ez egy nagyon klassz felső, mert eddig a nadrágok 80%-ával, és az alsó résznek 80%-ával teljesen jól működik ez a felső. Van egy ilyen... megint csak sportolós nadrág. Van belőle sima fekete, sima fehér. Emlékszem, hogy volt ehhez felső, mégpedig mutatom is, hogy melyikre gondolok. Szerintem ez volt az, amiben hasonló színek voltak, vagy nem, de ez az. Szerintem ezek így összepasszolnak. Aztán van egy ilyen nadrágunk is. Egy kicsit elegánsabb. Megint van egy trapézszárú farmer, de a másikkal ellentétben, mert ha jól emlékszem, ez derék volt, igen, nekem jobban tetszik az ilyen derék fazonú. Szerintem sokkal jobban mutat, és van egy ilyen csípő. Hát én ehhez a csípő nadrághoz valószínűleg olyan felsőt választanék, ami leír a csípőjéig. Nem is tudom, hogy melyikkel mutatna jól. Mondjuk ezt, ezzel jól mutat. De ez csak az én preferenciám, lehet, hogy másnak azt tetszik, amikor ott kilóg az egész rész. Nekem nem tudom, olyan fura. Szerintetek nem fura itt az eleje a nadrágnak? Mi történt az elején a nadrágnak? Ez direkt ilyen? Komolyan olyan, mint hogy hibás lenne az a nadrág. Látjátok azt ott? Az ott micsoda? Oké. Remélem, hogy ezt kiavítják ezt a nadrágot.
Más is észrevette, hogy ez a nadrág furcsa, vagy csak nálam néz ki, így, hogyha láttatok máshol, akkor mondjátok már el nekem, hogy ez a nadrág is csak nálam hibás, vagy mindenki másnál is ilyen hibás. Aztán van egy ilyen van egy ilyen alsó rész, ami valószínűleg ezzel kombinálható. Igen, meg láthatjátok. Jó, akkor ennyi volt az alsó rész, és megint itt is vannak vásárolható dolgok. Nézzük meg a kiegészítőket. Rengeteg, rengeteg új ruhánk van. Van egy ilyen, jaj, ezt lehet rárakni a amerikai filmben, mindig lehet látni a bába a lányoknak a kezére. Nem tudom, hogy meg lehet-e csinálni majd ezt a jelenetet, amikor a fiú odaadja, de valószínűleg nem. Pedig mennyire jó lenne. De ha mégis, akkor megleptetek. Oké, és van egy ilyen zoknink, ami ilyen cseresznyés. Mondtam is, hogy valamelyik ruhához milyen jól illene egy zokni. De természetesen pont fehérben nincs, pedig az illet volna hozzá a legjobban. Na mindegy, ez a kettő kiegészítő jött be. Ehhez a kiegészítőhöz. És akkor az utolsó, amit megnézünk a női karakternél, az a cipellő. Kettő van ez a nagyon magas papucs. Ez amúgy régen volt nagyon divatos, most megint kezd visszajönni, ahogy láttam. Elég sok ilyet lehet venni. Szerintem szerintem rémes, de már én is gondolkoztam, hogy vegyek-e magamnak, de egyszerűen nem. Megpróbáltam egyet is borzasztó. Úgyhogy hát, van akinek jól áll, aki nagyon vékony, meg nem tudom, biztos jól áll, nekem nem. Vagy lehet, hogy aki nagyon fiatal, annak jól áll. Jó, nem akarok specializálni, hogy ki vehet fel, bárki felvehet ilyen papucsot, nem arról van szó, csak nekem kifejezetten nem állt jól. Úgyhogy, hát van ilyen is játékban most már, lehet, hogy mennyivel menőbb lenne, hogyha meg lenne csinálva hozzá. Neki mondjuk pirosra a körme. Jó, lehet, hogy nem, ez nem ezzel a kiegészítővel jött be. Ezeket itt külön kellett volna, megnézem, hogy jött be új köröm, meg ilyenek, mert ezeket nem listázta ki a... Nem, nem jött be. Az előbb a kiegészítőkhoz nem listázta ki, de nem jött. Jó, akkor van még egy... De miért húzza szét ennyire a lábujjait ez a papucs? Kicsi furcsán néz ki. De mindegy, akkor van még egy ilyen cipőnk. Oké. Nem is értem, amúgy annyi jó ruha jött be, annyi szép, elegáns ruha ez, és akkor most nem akarok, de kapunk egy papucsot, meg egy sportcipőt. Hol van hozzá a cipő? Vagy ezt keresd meg az előző kiegészítőkből? Oké, végül is fair. Oké, az előző kiegészítőkben biztos volt olyan, ami passzol hozzá. De azért én elvártam volna, hogyha már beraknak egy ilyen gyönyörű szép ruhát, ami tényleg nagyon-nagyon jól sikerült, akkor tegyenek már be hozzá egy kapcsolódó cipőt is, vagy nem? Nem mindegy. Haladjunk tovább, és nézzük meg gyorsan, hogy mi a helyzet. A tiniknél ugyanez van nyilván. A gyerekekkel. Ugye mostanság nagyon jó a Sims abban, hogy a gyerekeknek is megcsinálja ugyanazokat a hajakat, mint amiket a felnőtt karakter megkap. És elég sok haj van megint csak a gyereknek, aminek én nagyon-nagyon örülök, mert sokáig volt az, hogy nagyon kevés gyerekhajunk volt, most viszont így már egyre több gyerekhaj van, és ez nagyon jól passzol a gyerek karakterhez, ez a haj is, meg ez a haj is. Aztán van-e valami extra sapka? Nincs, kiegészítő nincs, sminket az sosem volt a gyerekeknek. Nézzük, felső. Igen, a gyerekeknél nem érkezett újdonság ruházatban. Gondolom, hogy akkor a toddlerre ugyanez a jellemző. De azért megnézzük, sose lehet tudni. Jó. Nem, viszont láthatjátok, hogy a toddlerre is ráengedte rakni ezt a hajat. Tehát ezek a hajak elérhetőek a toddlernél. Gyorsan kikattintom, és megnézzük akkor, hogy milyen extra hajak vannak a fiú toddlernél, ugyanis szerintem a fiú és lány toddler tartalma nem nagy különbség van, úgyhogy meg tudjuk nézni. Igen, ez a kettő extra van. És akkor a többi meg a lányoknak is volt. Akkor gyorsan menjünk még vissza a gyerekre? Ezt átváltom fiúra, de majd megnézzük külön a fiúkat is. És itt meg
Hát igen, ez a kettő van, azt hiszem, extrában, ez a kettő nem volt lányoknál. Ruha és egyéb kiegészítő az nincs. Úgyhogy keresik egy férfi karaktert is, és akkor azon is megnézik a többi dolgot. Szedtem le a galériából egy férfi karaktert is, hogy azon is meg tudjuk nézni a dolgot, illetve akkor majd a testszőrzetet el ne felejtsem, gyorsan megmutatni szintén itt is. Van egy ilyenünk. Van egy ilyenünk. Szedik ez a haj rajta. Van ez. És ez a négy van alapvetően a férfi karaktereknél, de hát tudjuk, hogy ugye, hogyha ezt kikattintom, akkor az összes hajat meg lehet nála nézni, és én szeretem megnézni az összes hajat a férfi karakteren, mert hát lehet, hogy némelyik viccesen néz ki rajta, de van olyan, ami működőképes, úgyhogy kezdjük ezzel, és szerintem már is találtunk egy olyan, ami, hát hogyha nem lenne rajta ez a kis csat, akkor egészen jól működne, sőt, nagyon klasszul néz ki így előről, sajnálom, hogy ezt a csatot onnan. Hát, custom content készítők le tudják onnan varázsolni, én is le tudom onnan varázsolni, hogyha szeretném, miért ne? Mert nagyon jól néz ki. Akár el tudnám képzelni, hogy itt hátul nem hosszú haja, hanem marad ez a hossz. Szerintem kifejezetten jól mutat rajta. Aztán van ez. Hát, talán ez annyira nem. Igen, hát gondoltam, hogy... Habár, ha nem lenne itt a hajvonal, ami egy kicsit nőiesebbé teszi, még ezt is el tudom képzelni férfi karakteren. Itt ez megint csak a hajvonal miatt elég erősen nőies. De tulajdonképpen ez sem olyan rossz. Ez sem olyan rossz. A hajpánc az talán nem annyira illik a férfi karakternek, de azon kívül még ez is simán elmegy férfi hajnak is. És van még ez, amit nem is raktak be a férfi karaktereknek a hajnak, de miért, amikor ez majdnem, hogy egy elég fiús haj. Tehát ez abszolút, abszolút működik a fiúnak, sőt, majdnem, hogy ez a legjobb haj a férfi hajak közül. Hát, pura, hogy ezt nem tették be, de szerintem érdemes ezt is kipróbálni nekik, mert működik. Aztán van még egy ilyen, hát igen, itt is ugyanaz a baj, mint a női karakternél, hogy pont az ő arcához nem annyira stimmel ez a haj. Illetve van még ez is. Szerintem még majdnem, hogy ez is működhet. De maradjunk ennél. Amúgy ezt tetszett rajta a legjobban, és nem is értem, hogy ez miért nincs a fiúk közt. Ugyanaz a sapka van. Semmi extra újdonság nincs. A kiegészítőknél ugyanaz van. A fiúknak is lehet használni most már a pirosítót, mert miért ne. Habár gondolom, hogy ez inkább ilyen arc... módosításra van, tehát kontúrozásra, mert itt ez kontúrszín. Úgyhogy kontúrozni lehet az arcát vele. És akkor most megnézzük a testszőrzetet. Mielőtt elfelejtem. Na szóval, így már lehet, hogy van is értelme a dolgnak. Tehát alapvetően ez a kettő van, amikor nincs rajta semmi, meg amikor van rajta. És engedélyezni lehet, hogy ez magától nőjön, illetve ki lehet választani, hogy ugyanolyan színű legyen, mint a haja. És akkor ezzel a kiegészítővel kettő új érkezett. Az egyik az, amikor ilyen teljesen föntről van, a másik pedig, amikor itt van lent. Aztán a mellkas szőrt nézzük, itt is engedélyezni lehet, hogy nőjön, és van ilyen ugye csupasz, ami most van, aztán vannak ilyen alul-fölül, mindenféle. Ez a kettő amúgy alapvetően van. És a kiegészítővel kapjuk extrában ezt. Ezt. Ezt, amikor csak ott alul van. Meg ezt. Aztán a hátára is lehet szőrt tenni. Alapvetően ez van. És van még ez a kettő. Aztán van a lába. Aminél alapvetően kaptuk ezt, és extrában ez a kettő van. Nézzük meg a ruhákat, most már, hogy megnéztük a testszőrzetet. Tehát lehet mindenkinél testszőrzet, lehet növeszteni. Ja, és ami nagyon fontos, hogy nézzük meg, hogy milyen szakállak jöttek be, hát elvileg abban is van újdonság. És már itt is be lehet állítani, hogy magától nőjön, és akkor majd ugye lehet borotválkozni. Az egy érdekes dolog, nagyon-nagyon kíváncsi ezek, hogy hogyan adották meg ezt a borotválást. Van egyszer ez. Igen, és
Van még ez, amikor csak alul. És van egy ilyen bajszos. Ez egészen jó. Nagyon biztos vagyunk a másikra, mert furán néznek ki. Szerintem amúgy ez jobban néz ki a régi, mint ez az új verzió. Kicsit fura ez az új. De lehet, hogy lesz olyan karakter, amelynek jól fog állni. Van egy ilyen laza, nagyon laza ruházat. Egészen érdekes színekben. Van ez a... Hát nem tudom, ez pontosan micsoda. Lehet, hogy klub ruha, vagy nem tudom pontosan. Aztán itt is van ez a... az arany ruha. Lehet, hogy a fiúk is tudnak csatlakozni a pompom csapathoz, vagy valami sportolás lesz a játékban, és ahhoz fog kelleni ez a ruha. Nem tudom pontosan, de mind a kettőnek van szerintem értelme, úgyhogy van még egy ilyen is. Ez talán inkább a sportoláshoz. És wow, ezt nézzétek meg, mennyi férfi felső van. Hát végre nem sajnálták a férfiakat, hogy nekik is adjanak, vagyis nem sajnálták tőlük. Na, akkor gyorsan rakok rá egy nadrágot, hogy meg tudjuk nézni. Hát a legtöbb azt látom, hogy ugyanaz. Most akkor felrakom neki ezt a nadrágot, és akkor nézzük meg ezzel a felsőket. Ez az első, ez nagyon tetszik. Nekem ez nincs más színben. Talán valami farmer-szerű anyagból készült felső. Aztán van egy ilyen átlátszós. Meg ugyanez az aranyszínű, mint amit az előbb is láttuk, csak ugye külön részekből is össze lehet rakni. Van egy ilyenünk, nincsen más színben. Ezt láttuk már a női karaktereknél is. És akkor gondolom, hogy ez lesz az iskolai ruházat a férfiak számára. Illetve van egy ilyenünk is. Ez megint csak a laza ruházathoz szerintem. És úgy látszik, mellényesben is van az iskolai ruházat a fiúknak. Van egy ilyen... Lehet, hogy múgy, hogy a mellényes, amit néztünk, és nagyon tetszett nekem a lányoknál, az tulajdonképpen egy ilyen iskolai ruhának szánt dolog, csak rövidebb volt, és mondjuk egy olyan szoknyával, ami eltakarja a pociukat, mert ugye az iskolában elvileg nem lehet. Legalábbis az amerikai iskolákban van egy dress code erre vonatkozóan, hogy mit szabad és mit nem. Aztán van egy ilyen felsőnk. Feketében nagyon tetszik. Ez, hát nem hiszem, hogy ez bőrcseki, de valami hasonló lehet. Ezt már láthattuk a lányoknál, nekik is volt ilyen, ezeket is, ezt mind láttuk a lánynál. Van egy ilyen extrában egy ilyen felső. Különböző mintákban van, tigrisesben is. Aztán van egy ilyen is, ugye a lányoknak is van ebből a fajta iskolai ruházatból kettőféle, de ez egy extra, mert a lányoknál ilyen nincsen. Ez csak a fiúknak van, ami kicsit ilyen lazább, szétszórtabb. Van egy ilyen felső, talán ez megint csak sportoláshoz nagyon klassz lehet. Van itt is ilyen animés felső. De fiús stílusban. A másik az lányos stílus volt, ez meg fiús. Tényleg, hogy a férfi karaktereknek valószínűleg úgy lehet majd összerakni a báli ruhát, hogy innen választasz felsőt, és hozzá lesz valami nadrág, mert ugye itt az egyberuháknál itt nincs. Tehát nyilvánvalóan akkor valószínűleg így lesz valahogy. Van egy ilyen átlátszó itt is. Van ez. Wow. Ezekre már nem is tudom, hogy mit mondjak, menjünk tovább. Van, ugye itt összerakható megint csak, mint ahogy a lányoknál is össze lehet átrakni. Szerintem ez való a bába, tehát ez már egy olyan, amit direkt arra szántak. Hirtelen azt hittem, hogy kikapcsoltam a férfias megjelenést. Hát érdekes, hogy a hajaknál nem rakják be nekik például ezt a hajat, ami szerintem abszolút jól működik, de ezt a felsőt, ami szerintem nem igazán működik...
Ezt viszont betették. Jó, mindegy. Aztán van egy ilyen... ez is ugyanaz a szín, mint az iskolai egyenruha, de szerintem ez, hogy mondjuk feketében van, vagy ebben a zöldben is nagyon jól tud mutatni akár a bálhoz. Igen, igen, azt látom, hogy kifejezetten itt a felsőket raktak be, és akkor gondolom, ahhoz lesz majd egy alsó rész, ami jól illik majd a bulihoz, a végzős bálhoz. Igen. Van egy ilyen mellényes póló. Van egy ilyen mellényes, visszafogottabb pólós, és van egy ilyen, hát egy ilyen lazább mellény. Úgy látom, hogy, hogy minden típusú színhez, vagyis tinihez próbáltak valamilyen ruhát betenni. Tehát van bulizós, van visszafogott, van önnek még egy picit rossz fiúsabb, nem tudom. Rossz fiúsabb akár, úgyhogy mindenhez van valami. Most rajta hagyom ezt a felsőt, és megnézzük ezzel a nadrágokat. Jó. Ezt már láthattuk a lányoknál is. Ezek ugye voltak a lányoknál. Van ez. A sportos nadrág. Ez nem volt a lányoknál, nézzétek meg. Itt 3D-ben meg vannak csinálva, szépen, ez a csat, tehát nincs az, hogy nem lehet ezt megcsinálni. A lányoknál a szoknyánál nem tudom, hogy miért nem csináltak meg, ezt így kellett volna megcsinálni, hogy itt van, mert így nagyon-nagyon jól néz ki. Gondolom, hogy ezt valamelyik lazább felsővel, akár ezzel gondolták, így mondjuk. Van egy ilyenünk. Ezt láthatok már a lányoknál is, ezt is láthatok a lányoknál is. Na igen, hát mondjuk a fiúknál valószínűleg ezek fiúknak szánt nadrágok, mert nekik van létjogosultság arra, hogy innen induljon a nadrágnak a teteje, mert jól is néz ki. Úgyhogy lehet, hogy túl hamar ítélkeztem ezzel kapcsolatban, mert a fiúknak bizony jól áll ez a verzió. Aztán van egy ilyenünk. Ezt láthattuk a lányoknál is. Különböző színekben elérhető. Van ez, ami tényleg alváshoz is, meg mindenhez jó, ez a nadrág sportoláshoz. Van egy ilyenünk, nem tudom, hogy ez volt a lányoknál, szerintem nem. Ez egy extra. Van egy ilyen rövid nadrág, ez amúgy szerintem egy iskolai egyenruhához működőképes. És ez is, tehát ez egy hosszabb verzió, és ez a leghosszabb verzió, mondjuk érdekes számomra, hogy nincsen olyan, ami hát jobban ilyen, lehet, hogy mondjuk ez lenne az, de ebben meg nincs olyan színe, hát ez fura. Oké, mindegy. Van még egy ilyen lazább nadrágunk is. A trapéz nadrág itt is elérhető, illetve ez a nadrág is, ezt láthattuk már ugye a lányoknál, és van még itt is egy elég sok ilyen sportos laza nadrág van, tehát nagyon rámentek erre a sportolásos dologra, és ugye ehhez van felső is, hát nem annyira találtam olyan nadrágot, ami ezeket a felsőkhöz van, de lehet, hogy azért, mert úgy gondolkoztak, hogy olyan nadrág már bőven van a játékban, ami illik ezek az a felsőkhöz. És akkor nézzük meg itt is a cipőket, hát ugyanez az egy cipő van. A lányoknál is láthattuk már ezt a cipőt. Nála a papucs az nem opció. És nézzük a kiegészítőket, itt is van ez a zokni, illetve ugyanúgy rá lehet rakni ezt a virágot a kezére. És nézzünk egy ilyen style-t, hogyha már itt vagyunk. Kaptunk stylokat is hozzá. Ezzel gondolták így. Nem is láttam, hogy van egy nyuszi a hátulján. És ott van a nyakában a nyaklánc is hozzá.
Van még egy ilyen. Szóval így gondolták az iskolai ruházatot. Weibo. Van másik iskolai ruházat? Nincs. Oh, Fiaba. Hát ezeket a... Ez már nem az. Ez már az. Ezeket a stílusokat gondolták a férfiaknak. Gyorsan nézzük meg még a lányoknál ezt a stílus dolgot. Skuma. Ezeket a stílusokat láthatjuk. Ez a teljesen trendi stílus. Na hát akkor én nagyon alábecsültem ezt a papucsot, mert úgy látszik, hogy ez a legtrendibb dolog mostanság. Aha. Aztán... Van egy ilyen, akit semmitől se fél. Aztán... Ijevka. Bámzol. Hú, ez a stílus, ez nagyon illik ez a karakterhez. Rangolja az ex. Ja, értem már, értem. Tehát ezek a visszafogó stílusok, ezek valószínűleg... ezek a tanároknak vannak kitalálva, nem a diákoknak. Talán. Mert ez inkább egy tanárnak illik ez a set. És ha jól látom, a cipőt is újra lehet, de ez nem ezzel a kiegészítőjétben ez a cipő, nem? Vagy... Hol van? Igen, tehát ez egy alapszímszes cipő, tehát ők úgy gondolták, hogy az alap dolgokkal össze lehet párosítani, és akkor nem kell betenni ezt a cipőt a játékba. Itt is ugyanúgy az alap szímszes cipővel van összepárosítva. Limla. Ozarzusa. Úgy gondolták, hogy a nyuszis papucs az tökéletesen illik ehhez a kombinációhoz. Ijevka. Ezeket úgy látom, hogy készítették valakik, nem? Itt aki ide van írva, az készítette ezeket a stílusokat. Wow. Már ilyen is van. Jó, szóval ezek vannak, amúgy nekem ez a stílus ez nagyon tetszik. És azt hiszem, hogy mindent megnéztünk a karakter készítős elemekből. Remélem, nem hagytam ki semmit. Ugye kezdtem nem kihagyni semmit. Úgyhogy a következő részben meg fogjuk nézni, hogy milyen építéshez kapcsolódó dolgok jöttek. Ami nagyon érdekes, hogy most már lehet kerek falakat is készíteni. Ez is egy frissítése jött be a játékba, tehát nem kell hozzá megvenni a kiegészítőt, de lehet, hogy extrát ad hozzá ez a kiegészítő, ezt a ablakokat, meg stb. A következő részben azt fogjuk megnézni, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!